Szörnyű közutálat övezi a vöröshajúakat a kőszegi várszínház legújabb nagy bemutatójában. A falu egyetlen megtűrt rőthajú lakója a parasztlány, akinek egy napon Titusz a csóró csavargó személyében sorstársa is akad. Úgy kezdődik, hogy jól megvernek. Tehát elalszom itt a téren, egy padon, és akkor megvernek, pusztázni meg vörös a hajam. És akkor ezután kapom ezt a parókát, és innentől kezdve hát elindul a karrierem, úgymond. Titusznak egy márki életét kell megmentenie ahhoz, hogy hozzájusson a sorsfordító talizmánhoz. Jótevőjét a szombathelyi Vörös Sándor Színház művésze Mertz Tibor alakítja. A felüdülés egy elég erős évadon volt itt Szombathelyen, és ahhoz képest ez most egy nagyon kellemes és mégis munkás karakterszerep. És azt gondolom, hogy nagyon mulatságos, de az egész előadásra jellemző ez az a játékos, de mégis van azért mögötte rendesen mit meghallani. Nesztroy a Talizmán című darabjában Németh Árpád és Sebesi Tamás tucatnyi betétdala. Bodor Johanna koreográfiája ad komikus körítést az egyébként mindig aktuális és nem túl vidám alapkérdéseknek. A szereplőknek nem volt könnyű dolguk, 3 hét alatt kellett nagyot alkotniuk. Nagyon gyors szövegtanulás, nagyon gyors rögzítés, nagyon nagy koncentráció és nagyon sűrű próbaidőszak. Nincs idő hisztizni, veszekedni, vitatkozni, lógni, lustálkodni. Kőszegen megvan a hagyománya ennek a műfajnak. Zenés vígjátékokat csinálunk, de megpróbálunk mindig valami nagyon erős klasszikushoz nyúlni. Tehát megpróbálunk úgy szórakoztatni, hogy ez egy minőségi irodalmi alapanyagon nyugodjon az előadást. A Talizmánt 8 alkalommal adják elő ezen a nyáron a kőszegi Várszínházban.